5 túlcsai fotós 61 képen mutatja be a Duna-delta közel 3500 négyzetkilométeres területét. A történelmi természetvilágot 400 madárfaj színesíti. Közülük a pelikán az egyik legismertebb, amelyből közel 6000 egyed él ezen a vidéken. Ez a kiállítás Dobrocsa legszebb vidékeit mutatja be, a Duna-deltát, ami úgy hiszem, hogy az egyik leglátványosabb természeti érték Romániában, illetve a Mocsin-hegységet, ami szintén egy egyedülálló érték, egy lenyűgöző élővilággal, gyönyörű tájakkal és nem utolsó sorban néprajzi értékekkel. A művészi fotók a gyerekek figyelmét is felhívják a táj szépségeire és a természetvédelemre, de a József András Múzeum számára is fontos. Ezzel ugyanis a határon túli Szatmár megyei múzeummal élesztik újjá a 10 évvel ezelőtt megszakadt kapcsolatot. Az a vidék elsősorban természeti értékekben nagyon gazdag, de nagyon sok történeti és régészeti kapcsolódó szakmai projektünk is van, volt, és remélem, hogy lesz is. És mi ezt a kapcsolatunkat azért akarjuk ápolni, hogy bármiféle olyan uniós projektet meg tudjunk szerezni, aminek segítségével romániai partnerekre is szükség van. A két múzeum kapcsolata eddig csak történeti, azon belül is a régészeti területen volt jelen. A most megnyílt kiállítással azonban a természetrajzi együttműködés is elindult.